Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Választás. Lejárt a jelölt állítás határideje. Utcafórum. Koller Tamás hívta beszélgetésre a szexádiakat. Mozgáskorlátozott parkolók, megállni és várakozni tilos táblák. Sokan nem tartják be a szabályokat. Vízhiány Závodon. Megkezdték a műszaki problémák elhárítását. Május 6-án járt le az ajánlások leadásának és a jelöltállításnak a határideje a június 9-i önkormányzati választásokra. Megnéztük Szekszárd, Tolna, Dombóvár és Bonyhád indulóit. A szekszárdi jelöltekről Kulcsár Ágnes, a Szekszárdi Helyi Választási Bizottság elnöke számolt be. A Fidesz KDNP polgármester jelöltje Bellinger Attila és 10 képviselőjelöltet vettünk nyilvántartásba. Az éjjel Szekszárd polgármester jelöltjeként Gomba Gábort vettük nyilvántartásba, és ugyancsak 10 képviselőjelöltet. A Demokratikus Koalíció polgármester jelöltet nem állított, 8 képviselőjelöltet állított. A Mi Hazánk Mozgalom polgármestere jelöltje Tóth Endre. Ők is mind a 10 egyéni választókerületben állította képviselőjelölteket. Kompenzációs listát a Szekszárd a Mi Városunk Egyesület kivételével a többi jelölő szervezet állított. Szekszárd a Mi Városunk polgármester jelöltet nem állított, és 6 képviselőjelöltet állított. Függetlenként állított polgármesternek nem volt meg a szükséges ajánlások száma, így nem tudott polgármester, nem tudtuk nyilvántartásba venni polgármester jelöltként. Egy képviselőjük visszalépett, így 3 képviselőjelöltje van a 5 függetleneknek. Tolnán 3 polgármester jelölt vitte el a gyűjtőíveket. Mindhárman visszahozták ezeket, azonban a szükséges mennyiséget csak Berta Zoltán, a Fidesz-KDNP és Balogh Zoltán, a Tolna Városért Egyesület jelöltje érte el, így Kern Zoltán független jelölt nem indulhat. Tolna 8 választókerületben állít képviselőjelöltet a Fidesz-KDNP, a Tolna Városért Egyesület és a Mi Hazánk Mozgalom. A 3-as és a 8-as körzetben pedig indulnak független jelöltek is. Kompenzációs listát a Fidesz-KDNP, a Tolna Városért Egyesület és a Mi Hazánk Mozgalom állított. Bonyhádon Filóné Ferenc Szibolya, a Fidesz-KDNP, Száraz Zoltán pedig az őszintén Egyesület polgármester jelöltje. Mind a 8 egyéni választókerületben indít jelöltet a Fidesz-KDNP, az őszintén Egyesület és az Egységben a Városunkért Közéleti Egyesület. Bonyhádon 3 kompenzációs mandátumot lehet elnyerni. Ilyen listát is mind a 3 előbb felsorolt szervezet állított. Dombóváron polgármestere jelöltként Pintér Szilárdot a Fidesz-KDNP színeiben és Szabó Lórándot, a természetesen Dombóvár jelöltjét vette nyilvántartásba a választási bizottság. A 8 egyéni választókerületben ez a 2 szervezet indít egy-egy jelöltet, továbbá kompenzációs listát is ők adtak le. Koller Tamás, a Fidesz-KDNP Szekszárdi 2-es számú egyéni választókerület képviselőjelöltje fejtette ki céljait egy utcafórum keretében Szekszárdon. A Művészetek Háza előtt várta Koller Tamás a helyieket. Elmondta, a fórum célja, hogy találkozzanak velük, megvitassák a problémáikat és találjanak közös nevezőt. Tegnap tartottam egy hasonló utcafórumot az Újvárosi templom mellett a Pázmány téren, és ott teljesen jó tapasztalataim vannak, tehát vannak az embereknek meglátásaik, kéréseik, vágyaik. Nem nagy dolgokat kérnek igazából, azt látom, hanem sok apró. Például ott is van egy leszakadt szemetes itt pont velem szembe. Tehát, hogy sok apró kérés, de törődni kell velük. És azt gondolom, hogy ez támogatható, hogy ez megadható. És hogyha megválasztanak és képviselő leszek, akkor erre fogok törekedni. A képviselőjelölt fontos küldetésének érzi, hogy a nyílt megbeszéléseken, felmerült kérdéseken dolgozzanak a későbbiekben. Többrétű a motivációm, tehát szerintem az a legrosszabb, ami most van az önkormányzatban, hogy 2 oldal egymásnak feszül. Tehát szerettem volna a személyes ismertségemmel, a habitusommal jobbá tenni a várost, és olyan képviselőjelölt lenni, akire jó szívvel tudnak szavazni az emberek. Az a motivációm, hogy előre vigyük Szekszárdot, hogy
hogy egyre jobb legyen, hogy tudjunk tenni a városért. Én is itt lakom, itt születtem, itt nevelkedtem, és azt látom, hogy van munka, és ebbe szeretnék aktívan tevékenykedni. A fórum szervezője megemlítette a főbb gondokat is, amik jelenleg a várost érintik. Tervei is ezeknek a megoldására épülnek, valamint hogy a szekszárdiakkal együtt közösen szépítse a várost. A városban a parkolás mindenképp az megoldandó kérdés. Ugye ez Berlinger Attila polgármesteri jelölt is többször hangoztatta. Aztán a járdák kérdése, a kukák kérdése, a játszóterek, a kutyafuttatók, tehát a mindennapi élethez való szükségletek, hogy egy picit jobbak legyünk és szebbek legyünk. Az esemény hidat épít a helyiek és a képviselőjelöltek között, ami lehetőséget nyújt a felek közti kommunikációra. Szerdán történelemtudásokból adtak számot a középiskolás érettségiző diákok. Az oktatási hivatal adatai szerint történelem tantárgyból középszinten 68.802-en vizsgáztak. Az írásbeli 180 percig tartott. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kellett megoldaniuk. Ennek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része pedig szöveges, kifejtendő feladatokból állt. A témák magukba foglalták többek között a kereszténység elterjedését, a barokk stílust, az ipari forradalmat, az első világháborút, de a Horthy korszakot is. Dr. Sütz Judit Paksváros közbiztonságáért kitüntetést vehetett át a városi ünnepségen május 7-én. Eddig itt több, mint 13 éves rendőri pályája során folyamatos, példamutató hozzáállással végezte munkáját. Ugyancsak elismerték Janóczkiné Kiszlivanda kiváló tevékenységét. Az élsportoló, maratoni kajakozó a Paksváros sportjáért díjat vehette át. 2018 és 2023 között 20 aranyérmet és 5 ezüstérmet szerzett számos Európa-bajnokságon, világkupán és világbajnokságon. Egy autós közlekedett május 2-án 14 óra 30 perc körül Bonyhádon a Szabadságtér 2-es szám előtt, amikor a gyalogátkelő helyen elsodorta a jobb oldalról a gyalogátkelő helyre lépő gyalogost, aki a baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett. A rendelkezésre álló adatok alapján a balesetet megelőzően és azt követően is a helyszíne mellett több jármű, személygépkocsi, valamint gyalogos is elhaladt. A bonyhádi rendőrök keresik azokat, akik a balesetet látták, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezhetnek. Problémát jelent a mozgáskorlátozott parkolók helytelen használata, továbbá a várakozni, illetve megállni tilos táblák figyelmen kívül hagyása a nagyobb városokban, így Szekszárdon is. Erről számolt be Komlósiné Kis Anett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. A mozgáskorlátozott parkolók nevükből adódóan a mozgásokban korlátozott vagy valamilyen fogyatékkal élő emberek közlekedésének könnyítését segítik. Ezek használata azonban nem mindenki számára egyértelmű, fogalmazott a rendőrség szóvívője. Nagyon sokan élnek vissza ezzel, hogy a mozgáskorlátozott parkoló igazolványt olyan emberek is használják, vagy olyan emberek számára is elérhetővé teszik, akik erre nem jogosultak. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben lehet csak a mozgáskorlátozott parkoló helyre beállni, hogyha a parkoló igazolványunk érvényes, és azt jól látható helyre a szélvédő mögé kitesszük, hiszen hogyha ellenőrzik ezt akár a közterületfelügyelet munkatársai, akár a rendőrök, akkor tudják azt meglátni, hogy jogszerűen állott valaki ebben a parkolóban. Az is előfordul, hogy nem az igazolványa rendelkező személy utazik az autóban, ugyanis ő az iratát rokonnak, ismerősnek odaadja. Ez okirattal visszaélés bűncselekményét jelenti. Tehát erre szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a mozgáskorlátozott parkolóhelyeket csak és kizárólag ilyen esetekben használják, és mindig rakják ki az igazolványokat jól látható helyre az autóba. 65.000 forint bírsága jutalma annak a személynek, aki ezt elmulasztja. Problémát jelent továbbá a várakozni és megállni tilos táblák helytelen értelmezése is. Ezek az autók is szabálytalanul parkolnak, hiszen az utca elején egy várakozni tilos jelzőtáblát helyezett ki a város, amihez egy kiegészítő jelzőtábla is tartozik, ami azt mutatja, hogy az út patkára sem lehet felállni. Ebben az utcában sok problémát okoz az, hogy a járművezetők a megállni tilos jelzőtábla, illetve a várakozni tilos jelzőtábla hatája ellenére parkolnak le a közelben lévő étterem előtt, illetve itt az utca szűkössége miatt pontosan ezért alakították ki ezt a forgalmi rendet, hogy minden közlekedő kényelmesen el tudjon haladni. A
várakozni tilos jelzőtábla tudnivalóit ismertette a szóvívő. Ez azt jelenti, hogy a ki- és beszállás idejére meg lehet állni az adott táblának a hatája alatt, illetve 5 percig, hogyha a járművezetője a járművénél tartózkodik, akkor szintén megállhat ezen az útszakaszon. A megállni tilos jelzőtábla hatája a következő kereszteződésig, vagy addig terjed ki, amíg ennek megszűnését külön feloldó tábla nem jelzi. Ebben az esetben, hogyha valaki ilyen jelzőtáblát lát, akkor a jelzőtábla hatája alatt nem lehet megállnia, kivéve akkor, hogyha forgalmi okból kell megállnia. Ez rendszerint azt jelenti, hogy dugó van, vagy éppen valami olyan szituáció, forgalmi szituáció alakult ki, ami arra készteti a járművezetőjét, hogy meg kell állnia. Ez nem jelenti azt, hogy ő tovább állhatott azon az útszakaszon, akár csak percekre leparkoljon, még akkor sem, hogyha az autóban tartózkodik. A rendőrség kéri a közlekedőket a parkolási szabályok betartására. Az elmúlt héten Jens Krause a németországi Großharthau polgármesterének meghívására testvértelepülési látogatást tett a FADI delegáció. A május 2-től 5-ig tartó találkozó alkalmával a közös eszmecserén túl remek programokkal is várták a vendégeket. A FADiak többek között ellátogattak Berlinbe, ahol városnézés, történelmi jelentőségű emlékhelyek látogatása, de szabadidős programok is terítékre kerültek. Május 10-e a Madarak és Fák napja. Ennek alkalmából ellátogatott a Városi Könyvtárba a Bonyhádi Ficánka Óvoda Gomba csoportja. A kicsik kincskereső játékon keresztül ismerkedhettek meg a Perccel kert fáival. Térképet elemeztek, fákat öleltek, faleveleket gyűjtöttek a további feladathoz, és az összes elrejtett kincset megtalálták. A program további része a könyvtárban folytatódott, ahol tanulmányozhatták a levelek eredetét. Kincsekben talált puzzle darabokat összerakva megismerhették a kert egyik madárlakóját. A 45. Tour de Hongrie mezőnye május 12-én vasárnap Tolna vármegyén is áthalad. A verseny 5. záró szakasza Siófok és Pécs között zajlik majd. A kerékpárosok Irek-Szemcse térségében érkeznek Tolna vármegyébe a 65-ös főúton, majd Tamásin keresztül folytatják a tekerést. Tamásinál átkerekeznek a 61-es főútra, majd Kaposszegcsőnél hagyják el Tolna vármegyét. Az előzetes tervek szerint a 65-ös főutat a vármegye határnál 12 óra körüli időben teljes szélességében lezárják, ami a teljes mezőny elhaladásig fog tartani. A 61-es főút érintett szakaszainak teljes lezárására Tamás és Dombovár között 12 óra 30 perc körüli időben kerül sor, ami szintén a teljes mezőny elhaladásig tart majd. Závodon ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos problémákat észleltek a helyiek. A bejelentést követően megkezdődtek a helyreállítási munkálatok. Az üzembérnökség a szivattyú cseréje mellett döntött. A hibát feltehetőleg a nyomócsőben keletkezett dugulás okozhatta. László Attila polgármester elmondta, az első lakossági bejelentést követően felvette a kapcsolatot a Bonyhádi vízmű szolgáltatóval a víznyomás csökkenésének ügyében. Tájékoztattak arról, hogy műszaki probléma van a nagyvejkei szivattyúk egyike meghibásodott, és annak a javítását már szombat este észlelték és el is kezdték. Vasárnapi napon 2 darab szivattyú került kicserélésre, viszont a hétfőn ugye arra ébredt a lakosság, hogy a víznyomás nem állt helyre, hanem még további csökkenés volt tapasztalható, illetve a felsőbb utcákban lévő ingatlanoknál már meg is szűnt a vízszolgáltatás. Ezt követően újraegyeztetésre került sor a vízmű szolgáltató irányába már a Paksi központnál, ahol az igazgató úr tájékoztatott arról, hogy a műszaki problémát nem sikerült elhárítani, illetve a javítás ugyan megtörtént, de valami más okozza azt, hogy az ávadi tározókba nem jut el a szivattyúzott víz. A hétfői naptól lajtoskocsi szolgáltatta az ivóvizet a településen és a környéken élőknek. Nagyvejkén 3 kút található, amelyek a závadi tározót is ellátják vízzel. A závadi tározó, ez egy ilyen lépcsősen működő rendszer, vagy ilyen láncszerűen fűződő rendszer. A závadi tározó az 2x100 köbméteres tározóval működteti, gyakorlatilag Kisvejke, Mucsfa, Závod és lengyel települések vízellátását, illetve a lengyeli Globusz kiszolgálja még száraz települést.
és gyakorlatilag a hétfői napon már ezeken a településen megszűnt a vezetékes ivóvízszolgáltatás. Závod önkormányzata rendkívüli testületi ülést tartott a kialakult helyzetre való tekintettel. Arról döntöttek, hogy a polgárvédelmi egyesületet aktiválják, valamint meghatározzák a rájuk vonatkozó feladatokat, például az egészséges, megfelelő minőségű, folyamatos vízellátást. Fölállt egy munkacsoport a településen 10 fővel, működik jelen pillanatban. Egyrészt a lakossági jelzések, a lakosság felé történő kommunikációt és az ivóvízbiztosítást határozta meg az elkövetkezendő 5 nap feladatának. 5 nap után újra értékeljük a helyzetet, és ami még fontos, meg ami még a szolgáltatónak a komoly odafigyelését jelenti, az az, hogy minden nap vizsgálják a betáplált víz minőségét, laboratóriumi vizsgálatokat végeznek, hogy a víz minőség az megfelelő legyen, de emellett biztosítékként gondolta úgy a vezetőség, hogy mindenféleképpen egy plusz lehetőséget ad a lakosságnak. A település vezetősége folyamatos tájékoztatást ad a munkálatokról, fejleményekről, illetve a probléma elhárításának várható befejezéséről is. A régió híreivel folytatjuk. Könyvbemutató. A majorok életét mutatja be Buza Péter kötete. Ételek, technológiák, szaktudás. A vendéglátásról kaphattak képet a kisiskolás versenyzők. A nagy Berek történelmi múltjáról és irodalmi viszonyairól ír a Major Világ a Berek Urai című könyvében Buza Péter. A kötet tartalma dokumentumokból és egykor a majorokban élt emberek visszaemlékezéseiből állt össze. Én 50 éve ebben a térségben töltöm a nyarakat, mind budapesti polgár és balatonfenyvesen, és azt nagyjából minden balatonfenyvesi tudja, még az is, aki nyaraló polgár, hogy nagyon sokan ebből a major világból ott telepedtek le. Régóta dédelgetett álma vált valóra ezzel a kötettel, mesélte balatonfenyvesi könyvbemutatóján Buza Péter, aki 50 éve nyaral a településen. Így sok történetet hallott már a nagyberekről és az itt működött majorságok életéről. A területen kiterjedt majorvirág alakult ki a 19. század közepére. Több nagybirtokos családnak is volt itt tulajdona. A többi között a Zicsi, a Széchenyi és a Hunyadiaknak is. Azt gondoltam, hogy az nem jó, hogyha ilyen a majorokat, mint épületeket, a majorokat, mint lakotthelyeket, a majorokat, mint gazdasági egységeket mutatom meg, hanem azt is megmutatom, hogy kinek szolgáltak ezek a majorok. És így kerültek bele ebbe a könyvbe azok a fejezetek, amelyek ezeknek az arisztokrata családoknak, vagy Kund esetében nem arisztokrata családnak az életútját, azoknak a generációknak az életútját, akik érintettek voltak a majorvilág fölépítésében, bemutattam. Egyszerre összesen akár 300 ember is élhetett a bereki majorokban, mondta a szerző. Szántóföldi termelés is zajlott a területen, de a fő hangsúly az állattartáson volt. Birkákat, marhákat és sertéseket neveltek. Egyes nemesi családoknál a versenylovak tenyésztése sem volt ritka, tette hozzá Buza Péter, aki nem csak korhű dokumentumok, hanem egykor a majorokban élt emberek visszaemlékezéseiből is állította össze a kötetet. Rettenetesen nehéz összeszedni forrásokat erről, nem elsősorban az arisztokrata családoktól, mert az működik, hanem azoknak az emlékeit összeszedni, akik itt esetleg gyerekként egy-egy majorban dolgoztak, éltek, és körülbelül úgy fest a dolog, hogy én hát olyan 20 körüli, 90 év fölötti idős emberrel volt szerencsém találkozni. A nagyberek major világát bemutató kötet a Hubertus BT gondozásában jelent meg. A Hubertus BT, aki a nagyberek területén gazdálkodik, felelősségét érez az itteni természeti környezetért, épített környezetért, ugyanúgy a szívünkön viseljük ennek a területnek a történetét, történelmét is. És hát ez be kell vallanunk, hogy egy történelemben egy nagyon gazdag terület, hiszen a nagybereki állami gazdaság előtt több uraság, uradalom működött ezen a földrajzi területen. A Major Világ a Berek Urai című könyv 500 példányban jelent meg. Menüsor a döntőben csak zöldségből, gyümölcsből. Ezt a feladatot kapták azok az általános iskolások, akik indultak az IDES-ÜS szakmaismereti versenyen. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében a Baranyai Gasztronómiai Klaszter szakmai felügyeletével bonyolították a megméretetést.
Cél, hogy kedvet csináljanak a vendéglátóipari szakmákhoz. Tésztagyúrás, diópirítása a drávafoki iskolások csapatánál. Ők is bekerültek az idesűs szakmaismereti verseny pécsi döntőjébe, amit a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében rendeztek meg. Pondur Noel Ákos vagyok, a Pécsi Református Kollégium Csíkes Sándor általános iskolájából jöttem drávafokról. Igazából tavaly is részt vettem ezen a versenyen, és hát idén van utolsó esélyünk ezen a versenyen részt venni, ugye a 7. osztályosok vagyunk, úgyhogy igazából ezért jöttünk el. Tészta étel lesz a főfogása a csapatoknak, árulta el Noel. Raviolit csinálunk hozzá padlizsános, cukkinis mártással, és hát igazából répával fogjuk díszíteni, reszelt répával. A verseny ötlete a helyi iparkamara égisz alatt működő baranyai gasztronómiai klasztertől ered. Próbáljuk előzetni a magot, és számunkra az nagyon nagy öröm, hogy ennyien jelentkeznek mindig, és ez az egyik legsikeresebb verseny gasztronómiai. És bízunk benne, hogy itt ezekből az emberekből a későbbiekben tudjuk csábítani, hogy válasszák a vendéglátás szakmáját. Ugyanis nekünk az egyik nagyon célunk, hogy minőségű munkaerőt próbáljunk meg termelni, és hogy ennek a szakmának az igazi egzisztenciáját visszanyerni. Harmadik alkalommal írták ki az idesűs versenyt. Én idén ugye a fenntartatóság egyében zajlik a verseny, azaz vegetáriánus ételeket kell készíteni, és így próbáltuk meg össze válogatni az alapanyagokat, és hogy teljesen szabad kreativistától nekik adtunk egy pár alapinstrukciót, hogy az előétel milyen legyen, hogy tésztát kell készítenek főételnek, és hogy ez alapján próbálják meg összerakni az ő általuk megálmodott kétfogásos menüsort, és akkor ezt fogjuk pontozni. Persze folyamatosan fogunk menni közöttük, és amiben tudunk segítünk, tanácsol a praktikákkal. Ez a megmérettetés háromfordulós, ahogy a más szakmaterületeken rendezett pályaválasztási vetélkedőik is, mondja az iparkamara munkatársa. Az első körben még nem a tényleges konyhai főzésé volt a főszerep. Az első forduló még a télen zajlott, online térben, különböző gasztronómiával, vendéglátással, zöldségekkel, gyümölcsökkel kapcsolatos kérdéseket tettünk föl az online térben, és akik tovább jutottak a második fordulóban, otthon, iskolai körülmények között egy menüt kellett összeállítaniuk. Viszont a menünél megkötésünk volt, hogy Baranya megyei jellegzetességeket tegyenek bele a menükbe. Nagyon izgalmas, nagyon értékes menüsorokat kaptunk, és a 10 legügyesebb, legfantáziadúsabb menü került ide bele a döntőbe, vagy a csapat a döntőbe, ahol élőben kell főzni. A három tagú csapatok közül 10 kerültek a döntőbe. Ők azok közül a baranyai 6.-7. osztályos gyerekek közül kerültek ki, akiknek hamarosan dönteniük kell arról, hogy milyen irányban tanulnak tovább. Ehhez nyújt olyan élményeket és tapasztalatokat az idesűs versenysorozata, ami majd megkönnyítheti a fiatalok szakmaválasztását, ezt remélik a szervezők. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Választás. Lejárt a jelöltállítás határideje. Utcafórum. Koller Tamás hívta beszélgetésre a szexádiakat. Mozgáskorlátozott parkolók, megállni és várakozni tilos táblák. Sokan nem tartják be a szabályokat. Vízhiány závodon. Megkezdték a műszaki problémák elhárítását. Csütörtökön eleinte még erősen felhős időre készülhetünk, majd észak felől mindenütt csökken a felhőzet, és egyre inkább naposra fordul az idő. Egy-egy zápor eső, esetleg kis eséllyel zivatar kialakulhat. Az északkeleti szél mérsékelt, néha élénk lehet. Északa nyugodt, eseménytelen, nagyrészt csillagfényes idő várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!